Sok szeretettel üdvözlök mindenkit 2022. február 24-én itt a Scruton vendéglátóipari egységbe egy kerekasztal beszélgetésen. Az asztal nem kerek, a beszélgetés viszont garantált. Én Murai László vagyok a Hőoknak az elnöke, és a beszélgetés témája, címe úgy hangzott papíron, hogy egy új korszak kezdetén beszélgetés a felsőoktatási modellváltásról. Beszélgető partnereim ezen az estén Stumf István kormánybiztosúr, úr, Hernádi Zsolt a Budapesti Kormiusz Egyetemnek a kuratóriumi elnöke, valamint Böszörményi Nagy Gergely a MOME kuratóriumának elnöke lesznek. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és a kedves nézőket is. Ugye a felsőoktatási modellváltásról talán annyit el lehet mondani előjáróba, hogy így a modern Magyarország történetében, mondjuk Rendszerváltást, hogyha vizsgáljuk, akkor maga a modellváltás az egy olyan felsőoktatási folyamat volt, egy olyan intézkedés, egy olyan új irány, mely talán az elmúlt 30 évben a leginkább kibillentette a felsőoktatást, az egyetemeket abból a megszokott működési modellből, amiben egészen eddig voltak, és emiatt maga a folyamat egyébként bele is került a társadalomnak a, a látóterébe, és rengeteg beszélgetés zajlott le mind az egyetemeken, hallgatók között, politikusok között, döntéshozók között. Jó-e így a modellváltás, mit fog hozni ez a magyar felsoktatás perspektívájából, milyen irányokra számíthatunk, milyen változásokra és hát ezért is fontos, véleményem szerint az, hogy ezt a folyamatot mi folyamatosan értékeljük, beszélgessünk róla, és levonjuk a megfelelő következtetéseket mind az előnyeivel, mind a hátrányaival kapcsolatban. 2022. február 24 egy történelmi nap lesz, lehet, hogy nem ennek a beszélgetésnek a, az okán, de én egészen biztos vagyok benne, hogy itt olyan, akár új perspektívákat, olyan új információkat, narratívákat is megkaphat a kedves közönség, amiket eddig esetleg nem tárgyaltunk át, vagy nem jelentek meg a közvéleményben. Nekem az első bemelegítő kérdésem a beszélgető társaim felé az lenne, hiszen mindannyian érintettek a modellváltás folyamatában, és a az intézmények élén, hogy mi most a helyzet ott, ahol önök döntéshozói pozícióban vannak, kezdjük talán kormány biztos úrral. Hát közel sincs olyan háborús helyzet, mint most a ukrán és az orosz határon. Tehát lehet, hogy egy évvel ezelőtt februárban kicsit melegebb volt a pite, de úgy gondolom, hogy az elmúlt egy év ezt a helyzetet konszolidálta. Sokan tartottak attól, hogy ez egy ilyen politikai okupációja lesz az aktuális kormányzatnak, de aztán ugye egy év után kiderült, hogy végül is valóban kimozdította ezt a nagy terepjárót, vagy nem is tudom, inkább egy nagy csatahajót elmozdította valami. Nagyon nehéz ilyen a rendszereket megmozgatni, és veszélyes is egyébként. Úgyhogy az egy komoly bátorság kellett politikai értelemben, hogy a kormány ennek a két nagy arrendszernek, és most csak az egyikről beszélünk, az egészségügynek és a a rendszernek neki nekiálljon, mert minden változtatás az elején frusztrációt, konfliktust és elégedetlenséget szül, és nagyon nehéz azt várni, hogy mondjuk egy fél év után az eredménye is a változásoknak megjelenjenek. Most mindezek ellenére ugye én február óta az elmúlt egy évben rendszeresen járom a különböző egyetemeket, most már van, ahol többször fordultam meg, így legutoljára Szegeden most már harmadszor, és ugye az utolsó ilyen turnénak az a, volt a, a, célja, hogy az egyetemi hallgatókkal találkozzam, és találkoztam is, vagy lassan 700 hallgatóval személyesen, feltettek több mint 250-300 kérdést, és azt tudom levonni következtetésként, mindig legalább egy órát beszélgettem az adott intézmény vezetőivel is, hogy konszolidálódott a helyzet, és akárhogyan van, ők egyfajta sikertörténetnek tekintik, mert soha ennyi támogatás a felsőoktatásban nem ment, és valóban előhozta azokat a számos helyen azokat a rejtett képességeket, amelyek az egyetemek megújítását, versenyképesebb tételét és a belső erőforrásoknak a mozgósítását tették lehetővé, és ez a teljesítményfinanszírozási rendszer a maga indikátor szisztémájával pedig elindított egy olyan folyamatot, hogy lehet mérni valamilyen módon a teljesítményét az oktatóknak, sőt egy idő után a hallgatóknak is, és ez alapján lehet díjazni az oktatókat, és el lehet talán azt érni, hogy ne kelljen két-három helyen munkát vállalni ahhoz, hogy valaki egy tisztességes egyetemi oktatói pályát be tudjon futni. Tehát persze az első időszakban mindenhol hiányzott a pénz, régóta hiányzó pénz pótolta a felsőoktatásba a kormányzat, remélhetőleg az infrastruktúrális fejlesztések is meg tudnak valósulni, de hogy a szemléletváltás, tehát a kultúra, a Korábban a teljesítmény visszatartás kultúrája alakult ki, mert az volt a kényelmesebb. Most meg a teljesítményorientáció kultúrája, és ilyen értelemben a saját személyes felelősséged és hozzájárulásod az adott egyetem színvonalának emeléséhez mikor fog megjelenni, és ez egy sokkal hosszabb tanulási folyamat. Tehát ez nem, megy, ez nem megy egy éjszakás kaland. Itt nagyon sokaknak kell összefogni azért, hogy mentalitásváltozás is kialakuljon, és egyébként egy hihetetlen erős verseny alakul ki a tehetséges hallgatókért és a tehetséges oktatókért. Tehát nem lesz egyszerű megtartani az oktatókat akkor, hogyha az az intézményi környezet, amelyet mondjuk az egyetemek jellemzik, az nem tudja biztosítani számára azt az életperspektívát, életpálya modellt, amelyet ő fontosnak tart. Tehát én úgy látom, hogy, hogy béke van, bizonyos értelem, a felsoktatás területén. Vannak természetesen még elvaratlan szának. Én nem hiszem azt, hogy a modellváltás az gyógyír lenne minden felsőoktatási problémára, de kétség kívül ad egy löketet, egy lökést ahhoz, hogy kezdjenek el gondolkodni sokan akik az intézmény sikerében érdekeltek, hogy mind kellene változtatni, és ezek a változtatási feltételek például az egymástól való tanulásnál hogyan működnek. Szóval 27 államilag fenntartott intézményből 21 döntött úgy, hogy a modellváltás útjára lép. Tudjuk azt, hogy 63 felsőoktatási intézmény van Magyarországon, ezek közül 24 egyházi fenntartású, 12 magánintézmény és 6 maradt állami fenntartásúban. És az is látszik már, hogy azért az ELTE is, meg a Műszaki Egyetem is gondolkodik azon, hogy miről maradt le. Nagyon izgalmas dolgokat említett kormánybiztos úr, majd a teljesítmény visszatartás logikájával kapcsolatban lehet, hogy még az egyik ilyen kis kérdésemet ki egészítem, mert ott engem egyébként hallgatóként is nagyon érdekel az, hogy a modellváltás miben hozhat esetleg ebben paradigmaváltást. Hernádi elnök úr, Corvinuson mi a helyzet? Mi egy kicsit korábban kezdtük mi. A pilot, a pilot intézmény. Két és fél éve alakultunk át, és hát azt meg egy olyan jó másfél-két évig készült az egész, hogy mi is történjen itt, vagy mit is lehet csinálni. Az első az, hogy kicsit vitatkozom Istvánnal, mert én nem a finanszírozási oldalról közelíteném ezt meg. Mert például egyszerűen azért nem, mert én ezt éveken keresztül ezt hallottam állandóan, hogy miért nem lehet változtatni valamit az egyetemen. Azért, mert állami rendszerben dolgozunk, az állam az bizonyos kóta rendszereken, fejpénzeken keresztül egyszerűsítsük le, finanszíroz az egyetemet, ebbe ennyi fér részét és mindenki a kezét. Ennek volt köszönhető bizonyos fajta higítása az egyetemeken, hiszen mindenki megpróbálta behúzni a, a, ezen keresztül a több állampénzt. pénzt. A valóság azonban az, hogy akkor, amikor hirtelen azt mondtuk, hogy oké, okay, van pénz, akkor most akkor mit csináljunk, akkor szembesültünk azzal, hogy hm, az élet, most, mit csináljunk. Az élet csak kicsim és, kicsim az kicsim 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 és akkor hirtelen, igen, mert ugyanis, Ez az ugyanaz, mint hogyha az állami vállalatokban annak idején a szocializmusban több pénzt öltöttük volna bele, attól nem működtek volna jobban. Az ugyanolyan hatékonytalanul működtek volna, mint, mint ahogy előtte működtek. És én nekem meggyőződésem, hogy az egész arról szól, hogy hogyan tudjuk versenyképessé tenni. Mert mindennek, minden átalakításnak van nyertese, meg vesztese. Ennek is lesz nyertes és vesztes az átalakult egyetemek között. Lesz olyan, amelyik nem fogja túlélni. Én tudom, hogy minden valamire magát adó város azt mondja, hogy ide nekem egy egyetemet legalább, vagy kettőt még jobb lenne. De az is biztos, hogy a, tudjuk a másik feléről, hogy egy kicsit túl vagyunk egyetemisítve Magyarországon kicsit sok az ország méretéhez képest. Lesznek nyertesek, lesznek vesztesek. Az én fókuszomban, és ez lesz az embereknél is, ugyanez lesz. Az én fókuszomban az van, hogy a diákok legyenek a nyertesek. Az én szememben az egész arról szól, hogy a diák. Ezt meg is kaptam magamét a korvinuszokon, amikor ezt elmondtam, mert a, az egyetemi értéket azt az oktatók és a kutatók képviselik. És azt mondom, és, és minek? Mert a termék, hogyha ezt a szót használom, tehát amiért minket létrehoztak, az alapvetően a diákokról szól, és alapvetően az, hogy a, az, az ökoszisztémának az egyetem milyen egyéb outputot ad a diákokon kívül. A kutatási tevékenység a, a társadalmi hatásán keresztül, és a többi, és a többi, és a többi. És amikor erről beszélünk, akkor derül ki, hogy ez az átalakítás, ez egy bitang nehéz dolog. Mert egy komplex kulturális váltást kell ahol előtérbe kerül a verseny, előtérbe kerül a Teljesítményértékelés. Előtérbe maga az, hogy teljesítmény, hogy mérhetővé tenni a teljesítményt. Ilyenkor kapja az ember ugyanazt a választ, amit én mindig megkapok, amikor a labdarúgásról beszélünk, politikáról beszélünk, vagy bármiről. Ez nem vállalat, ez foci. Ez nem vállalat, ez politika. Ez nem vállalat, ez egyetem. Ahol emberek vannak, és embereket kell irányítani, ott mindegyik ugyanarról szól. Hogyan tudom motiválni? hogyan tudom őket egy irányba állítani, hogyan tudom ezt versenyképesen fenntartani, és hogyan tudunk egyre jobb és jobb és jobb eredményt elérni. Ma a korvinusz ezen az úton megy, mennek ezek az átalakítások, persze, hogy voltak -e benne fájdalmas pillanatok, elhangzottak ugyanezek az érvek, hozzáteszem, 20 évvel ezelőtt a mol is elhangzottak ugyanezek az érvek, tehát a MOL-ba sem lehet ilyen átalakítást megcsinálni, mondták ezt 22 évvel ezelőtt, lehetett. Minden átalakításnál ugyanez van, és minden átalakításnak ugyanez a célja, jobbat kell csinálni. A mi esetünkben a diákokat versenyképes helyzetbe kell hozni, mert lemaradtunk. És a Corvinus esetében ez teljesen egyértelmű. Tehát amikor évről évre növekszik azoknak a száma, akiket fölveszünk a Corvinusra 450-460 ponttal, ami az a krémnek a krémje, Fölveszük őket 450-460 ponttal, és évről évre nő annak a száma, akit fölvetünk, és nem iratkozik be, őket vesztettük el a társadalom számára. És ezt kell tudnunk valahol visszahozni. És igazuk van azoknak a gyerekeknek? Bizonyos mértékig lehet. Mert ő azt mondja, hogy nem fogok kapni versenyképes tudást. Én azt mondom, hogy nem rossz az a tudás, sőt, nagyon jó az a tudás, amit a Corvinus ad. De hogyan tudom ténylegesen elítetni azt, hogy ez egy versenyképes tudás, úgyhogy a tanárok és meg én is meggyőződjek róla? Ez folyik. Ugye. Itt, amit elnök úr említett, számomra egyébként az a nagyon izgalmas elem, hogy én azt olvasom ki, remélem, hogy jól értem, hogy nem feltétlenül a struktúra, vagy nem feltétlenül az új erőforrások fogják meghozni a változást a rendszerben, hanem azok az új aktorok, akik szemléletformálóan próbálnak meg az intézmény életében. Emberekről szól. Azokról az emberekről, akik ezt fölvállalják, akik fenntartók, akik a fenntartói kuratóriumban ülnek azok az embereknek szól, hogy végre tudják ezt hajtani. Egyszerűsítsük le végtelen a helyzetet. Egy minisztériumba egy nem tudom, most éppen a az utoljára nem tudom, kihez tartozott, az itm tartozott, azt hiszem, igen, de az, egyetemi, az egyetemi, világ. De egy minisztériumban, egy minisztériumi főosztályvezetőre, vagy osztályvezetőre, vagy egy előadóra hány egyetem jutott? Itt viszont öt elszánt ember ül egy kuratóriumban, ha jól sikerült a kiválasztás akkor öt olyan ember, aki hiteles, és ezt jól fogja tudni képviselni, és az öt elszállt ember fog sokat foglalkozni azzal, hogy ez milyen irányba menjen. R Rendkívül uh, izgalmas dolgokat emel be, elnök úr, uh, ebből a beszélgetésből. Bevallom őszintén, hogy nem ez volt az indító kérdésem, amit felírtam ebbe a füzetbe, csak gondoltam, hogy ilyen icebreakerként jó, jó lesz, de itt most olyan uh, visszajelzéseket kaptam, amit egyébként majd a, a beszélgetés további menetébe is tudok hasznosítani. Böszörményi elnök úr, Mome a kreatív iparnak a motorja? Hogyan áll most jelenleg? Jó estét! Szerintem nagyon jól áll a Mome. Ennek vannak ilyen egyedi okai, amik megkönnyítették a mi helyzetünket. Az egyik az, hogy a Mome az egy kis egyetem. Nálunk van nagyjából 800 hallgató, és az egyetem közössége, az oktatókkal, kutatókkal és a támogató munkatársakkal együtt az Megáll 1500 alatt. És egy kicsi struktúrát, egy kisebb rendszert, egy kisebb bürokráciát, azt, azt könnyebb átmozgatni. A másik előnyünk, a helyzeti előnyünk az az volt, hogy a MOMA maga jelentkezett a modellváltásért. Valamikor a 2014-18 közötti ciklusban jelezte egy kialakulatlan, de egyértelmű jelzéssel az akkori szakpolitikai kormányzat felé, ez akkor meg az EMI, volt, hogy ezt, amit a Momet csinál, ezt azért lehetne sokkal hatékonyabb rendszervést csinálni. És akkor az volt a visszajelzés, hogy ez valószínűleg így van, várjuk meg a többieket is, nézzük meg, hogy van erre egy ennél szélesebb szándék. Ez nem sokkal egyébként a fokozatváltás stratégia után ez a diszkuszió már elindult a Igen, tehát a Moen volt ennek egy belső, egy belső támogatottsága, azt is mondhatnám, hogy nagyon masszív támogatottsága volt belül, és ezt okosan és bölcsen az egyetem vezetése azzal is megerősítette, hogy a modellváltás jogi bekövetkezte előtt egy kollektív szerződést kötött a dolgozókkal, aminek az volt a lényege, hogy rosszabb helyzetbe semmiképpen nem kerülnek annál, mint ami voltak. Visszatérve a kérdésedre, sokkal jobb helyzetbe kerültek. Nálunk az idei évben, január 1-től a legkisebb béremelés volt, 86%-os. A legkisebb. 86%-os. És volt, akinek 200%-kal emeltük a bérét megmondom nagyon őszintén, biztos látszik rá, hogy erre nagyon büszke vagyok. Tehát azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy, hogy ezt összerakni, az, az, egy kiváló munka volt, és azok, akik nálunk kis számú ellenzője volt a modellváltásnak, akik voltak, azok is nagyon elismerően nyilatkoztak erről. De nagyon egyetértek azzal, amit Hernedi elnök úr mondott, hogy egy óriási félreértés és egy önáltatás, ha azt gondoljuk, hogy a modellváltás lényege az a pénzügyi erőforrások körüli koncepcióalkotás, a pénzköltés, és mi egyéb. Nem, egy attitűd. A béremeléshez szorosan a, bére, a béremelés, a béremelés az egy eszköz. A béremelés egy eszköz. Volt egy adósság, azt el kellett Tehát most a MOME régiós összehasonlításban, tehát a régiós regiszternek a tetején van. Tehát a, a, azokhoz az egyetemekhez képest, akiket nézünk, Baltikumtól a Nyugat-Balkánig mi a top ö, egyetemek közé tartozunk fizetésben, a különböző akadémiai pozíciókban. De még egyszer mondom, hogy ez egy eszköz. Ami szerintem a modellváltás igazi lényege, az az aspiráció. Hogy akarunk-e többet kihozni az el nál. És mi azt mondtuk, hogy a 20-as éveket az egyetemmel, a moméval a közép-európai térség meghódítására szánjuk. Szeretnénk közép-európában a destináció lenni, az egyetem lenni a mi területünkön, a kreatív ipar területén, ide tartszik sok-sok dolog az animációs filmtől, a videó a játék át, a biológia és a design kapcsolatáig, a technológia és a művészetek kapcsolatáig, számos izgalmas területen, amiben rengeteg pénz megy ma a világon. Kínától az Egyesült Államokig, ezek komoly iparágakká fejlődnek. Szeretnénk a Közép-Európában ennek mi lennénk az inkubátora. És ezért aztán nagyon sok mindent elindítottunk párhuzamosan, nem akarok termelési jelentésekkel untatni senkit, csak néhány dologgal bevezettünk egy horizontális vállalkozói üzleti képzést, aminek az egyenlő, hogy nálunk mindenkinek, ugye ez egy művészeti kreatív egyetem, mindenkinek kötelező lesz alapszakon a három évből másfél évet üzleti tanulmányokkal tölteni, ami kifejezetten a kreatív iparra szabott üzleti modul lesz. Fantasztikus lesz, nagyon-nagyon várom. Most zajlik éppen a demója ennek a próba képzése aztán elindítunk angol nyelvű képzéseket, amikkel kifejezetten a Baltikumtól a Balkánig terjedő geográfiát célozzuk meg. Mi nagyon szeretnénk, hogyha lennének olyan kreatív vállalkozások, amiket magyarok lengyelekkel, észtek cselekkel és magyarokkal közösen alapítanak. És ezáltal ez a hálózatosodásra induljon. Látjuk, hogy a nagy gazdaságban, a gazdaság meghatározó szereplői között a közép-európai identitás az egy tényező, egy dolog, ez a, a nyugat-kelet dihotómia mellett szeretünk most már egy észak dél -tengelyben is gondolkodni geopolitikai értelme. Szerintem ennek, tehát a tehetségnek is van ge geopolitikája. És egymásra kell találni a tehetségeknek. A mi területünkön ezt készítjük elő. És természetesen nagyon szeretnénk, ha az a magas hozzáadott érték, amit a design jelent mindenféle területen, az a magyar gazdaságban megjelenne. Tehát, hogyha minél több magyar közepes és nagyobb cég, az MOME és munkaerőre tudna támaszkodni, vagy a MOME innovációs központjára tudna támaszkodni, amikor a terméket fejleszt, és nem merülne ki mondjuk egy magyar KKV-nak, mint ahogy sok esetben kimerül a, 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 tevékenysége abból, hogy kap Németországból egy specifikációt, amit kiváló minőségben és nagy volumenben legyárt, mondjuk egy német autógyártó számára. Hanem mi hozzá tudnánk járulni, hogy a termékfejlesztés az innovációs görbének ezek a fontos részei is erős bázisai legyenek a magyar gazdaságnak, ebben szerintem a momi van a szerepe. Tehát nagyon méreható munka indult meg, de nekem könnyebb dolgom van, például Zsoltán, mert a MOMA egy kis egyetem, és egy, egy olyan közeg, ami, maga, ami akarta ezt a történetet. Én azt gondolom, hogy a modellváltás, ezzel, <coughs> ezzel zárnám, a modellváltás az néhány év múlva egy egy hatalmas evidencia lesz. Tehát az egyszerű ötletek sajátossága az, hogy amikor valaki elmondja őket, akkor utána nem is értezem, hogy előtte hogy lehetett máshogy. Okay. És őszintén én nagyon nehezen tudok belegondolni, hogy ezek az egyetemek hogy működtek úgy, hogy egy államtitkársági főosztály kezelt az összeset egy kis csapattal, valószínűleg sokszorosan túlterhelten. És hát a nap végén ki kell mondani, hogy sok esetben nem működtek sehogy nem működtek sehogy. Hát a, a fenntartói szemlélet egészen biztosan más egy minisztériumban, meg egy öt fős testületben. Ez, a, ez elvitathatatlan. Ez az mindenkinek. Tehát Igen. mindenkit beleraktunk egy nagy kalapba, és teljesen normatív alapon ugyanúgy bentek az egyetemek. Amit én kiemelnék elnök úr gondolatai közül, az az intézményi ambíció és a modellváltásnak a relációja szerintem. Hogyha ezt egy kicsit majd esetleg a, a tudnánk még boncolgatni a, a következő kérdések alkalmával ez nagyon izgalmas lehet, hogy mi hozhatja meg azt az intézményi ambíciót, ami gyorsító pályára helyezi egyébként azokat az egyetemeket, akik a modellváltásban érintettek. Az első olyan kérdésem, amit felírtam a füzetben, az egyébként rezonál azokra a gondolatokra, meg felvetésekre, amik itt is elhangoztak. Azt azért ki lehet jelenteni, hogy a kormányzat régi finanszírozási formához képest nagyon nagy támogatást ad a magyar felsőoktatásnak. Ez a politikai narratívában is megjelenik, az intézmények is érzékelik, béremelésekben is manifestálódik, tehát itt... Ha valaki esetleg rosszabbul teljesít az intézmények közül, nem az erőforrásra fogja fogni, vagy hát nehéz lesz. És az is elvitathatatlan, hogy maga az alapítványi forma egyébként ad egy olyan fajta rugalmasságot, ez is ér volt egyébként a modellváltás mellett az intézményeknél, hogy ez a rugalmas működés a XXI. századi egyetemeknél elengedhetetlen. Tehát az alapítványi forma erre jó. Hogyha eltekintünk a modellváltástól, tehát hogyha csak azt nézzük, hogy erőforrás, többlet és rugalmas működés, akkor önök szerint miért pont a modellváltásnak a struktúrájára esett a politikának a, a, a választása? Mik ennek a formának az előnyei más működési modellekhez képest? Mert látjuk, hogy a világban azért sokfajta felsőoktatás, irányítás fenntartói, modell létezik, és mik lehetnek az esetleges veszélyei, hogyha a közép-hosszú távon vizsgáljuk. Tehát önök, mint felelős vezetők a SWOT analízis veszély rubrikájában, miket írnának egyébként az alapítvány működéssel kapcsolatban. És itt kezdjünk mondjuk Hernádi elnök úrral, mint legrégebbi modellváltott intézményi vezető. Tehát, hogy miért ez a forma lett, vagy miért ez az alapítványi forma, ez egy egyszerű dolog, tehát ez az a, az az a forma, ahol a köldök zsinór el lett vágva. Tehát egyszerűen önállóvá vált az egyetem, önállóan tud működni, önállóan fogja meghozni a kuratórium, a, a, fenntartó, azokat a döntéseket, amik kellenek, és az egész tervezhetőség, az egésznek a kiszámíthatósága, az egy teljesen más időhorizontra kerül. És az eddigi szükségszerűen rövid távú szemlélet, az az be tud menni egy hosszú távúba. Ehhez csatlakozott egy finanszírozási forma egyébként a modellváltó egyetemeknél, hogy az is kiszámítható lett, hogy ezt hogyan fogja finanszírozni, vagy az állam, vagy a mi esetünkben az a vagyontömeg, amit megkaptunk hozzá. Tehát ami, és, és, és ennek ez ennek, a lényege, tehát hogy nem azon kellene valakinek izgulnia, hogy ö, ö, április harmadikán ö, ki győz, ki nem győz, kinek milyen elképzelései lesznek, jön egy új főosztályvezető, vagy Igen, jön kérdés egy, kérdés egy új államtitkár, is. annak lesz egy teljesen más elképzelése, azt mondja, hogy innentől kezdve ne ezt, hanem azt, attól megvonjuk, ennek adunk, tehát ezek ne lesenek ne szántatok. És aztán innentől kezdve, hogy miután a fenntartó az egyetem vezetésének a kinevezésére jogosult személy, illetve a, a, a rektor esetében a felterjesztő személy a köztársaság elnök felé, a miniszter és a köztársaság elnök felé. Innentől kezdve az is kiszámítható, hogy nem politikai befolyások, nem gyors és rövid távú politikai befolyások fogják azt tenni, hogy ki legyen a rektor az egyetemnek, ki legyen a mit tudom én ki, hanem az, hogy ki ennek a célnak a legjobban megfelelő. Én ezt tartottam, ezt tartottam talán a legfontosabb részek annak, hogy miért ebbe a formába került bele. Lehetne azt mondani, hogy a világon persze vannak magánegyetemek, hogyha valaki megnézi a CEU-nak a működését, ott egy finanszírozó van, de ott is egy a finanszírozó által, tehát az alapítvány által kijelölt Board of Trustees az, amelyik irányítja az egyetemet, és, és ők irányítják. Itt nincs egy ilyen, mert hiszen ez a köldök zsinór elvágásra került, tehát nincsen az, aki, aki ezt a, a váltást meg tudná. Ott a, a CEO esetében az alapítványnak a, a, a alapítója, az a, a Board of azt azt, azt le tudja váltani. Ilyenfajta formában működik rengeteg egyetem. Ha létezik, és meg tudjuk ragadni azt az előnyt, ami Magyarországon történt, hogy Közép-Európában, vagy ebben a térségben, ami a mi szűkebb versenyszféránk, ebben a térségben nem történtek el át. Általában az egyetemeknek, Európában elég becsontosodott a, a struktúrája, a fenntartói struktúrája. Az Egyesült Államokban ez már ez, már, ez már sokkal jobban piacosított. Hiszen nem véletlen az, hogy a, talán két egyetem van Magyarországon, ahol van elnök. Tehát, hogy létrehoztunk egy elnöki funkciót, azt hiszem kettő van, ugye? Ahol az elnöki funkció az, az ténylegesen létezik. Ez Amerikában egy, egy abszolút megszokott dolog, főleg ott, ahol, ahol hirtelen kell nagyot ugrani ott, ahol már, ahol már, elértük azt a szintet, ott már, ott már, egy másik struktúra megy. De az európaiaknál ez egy kicsit megcsontolosott. Na ez lehet nekünk egy előny, hogy piac képesebb terméket hoztunk létre ezzel az egyetemi struktúrával. És mi lehet a veszély? A veszély az emberben van, mindig az emberben van. Jó sikerült kiválasztani ezt az öt kuratóri mitagot. Böszörményi elnök úr, Vi -vilá világlátott emberként úgy a felsőoktatási intézményekhez is van kapcsolódási pontod, láttál amerikai felsőoktatási intézményt, Össze tudod hasonlítani ezeket a struktúr struktúrákat. Van-e olyan elem, amit egyébként kiemelnél a magyar modellváltással kapcsolatban a nemzetközi trendekhez képest? Néhány dolgot hadd, tegyek hozzá az elhangzottakhoz, hogy miért ez a modell? Tehát egészen röhelyesnek tartom azt, amikor azt a kritizálják a magyar modellváltást a politikai szereplők, hogy persze-persze alapítvány, alapítvány, de hát Amerikában gazdag magánemberek hozták létre az egyetemeket. Igen, csak a magyar arisztokráciát likvidálták. Ez a különbség. Kinyírták az arisztokráciánkat. Nekünk nincsenek olyan családjaink, akik 5-6 generációra visszamenőleg halmoznak fel vagyont, vasúti mágnások és egyebek, bányászok, autógyárosok, nekünk nincsenek ilyenek. Nekünk nem volt meg az az elitünk, akitől elvárható lett volna a rendszerváltás után, hogy hozzon létre magánegyetemeket. Nekünk ebbe az államnak szerepet kellett vállalnia. Tehát ez egy egyedi modell, egy az egyben nem felel meg egyik másik alapítványi modellnek sem a világon, de megfelel a magyar történelmnek. És annak viszont kiválóan megfelel. Az állam modell, de ugyanakkor autonómiát is ad ezeknek az intézményeknek. Az amerikai történetre visszatérve, emlékszem, hogy a Stanfordon a kampuszon a legnagyobb sztár az egy indiai srác volt, 35 év körüli. Nem akadémiai pozíciója volt neki, nem tanár volt, nem tanársegéd volt, nem kutató volt, nem is hökelnök volt. Bár ugye vannak 35 Azok nem év... szoktak nagy, nagy sztárok lenni egyébként. Van nem ahol nem nagy sztárok. sztárok de, hanem ő az egyetem befektetési főnöke volt. Az volt a dolga, és ez szerintem nagyon izgalmas, és nagyon keveset beszélünk erről a modellváltás kapcsán, aki az volt a munkája, hogy az egyetem pénzét kezelte. És az egyetem, úgy könnyű népszerűnek nem. Nem, nagyon nehéz. Az egyetem identitásának, múltjának, értékeinek megfelelően fektette be az egyetem pénzét. És nagyiparágakba feltörekvő startup cégekbe és egyébekbe. Ezt azért hozom ide ezt a példát, hogy milyen fantasztikus perspektíva van a modellváltásban, hogy meg milyen felelősség van az egyetemi vezetőkön, most például kuratóriumi tagokon, hogy azt a pénzt, amit kapnak, azt egyébként tehát a felelőssége a gazdálkodásnak az ott van az egyetemeken, exakt módon az alapítványoknál, és az egyetemeken ott van. És ebből nagyon jó dolgok is kijöhetnek. Most nehéz körülmények között beszélgetünk, mert egy szomszédban háború van, és ilyenkor a befektetésekkel eh, nehéz. De azért hosszú távon azt fogjuk majd látni, mi is elhelyeztük alapkezelőnél a pénzünket, amit csak lehet, azt eh, 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 természetesen konzervatív eh, befektetési elvek mentén, eh, de értelmezhető módon használunk, forgatunk, és ezek az egyetemek elkezdtek a saját családi ezücsükkel tudatosan bánni. Megjelent a tulajdonosi szemlélet, megjelenik a tulajdonosi szemlélet. Tudjuk, hogy annak tétje van, hogy elszivárog el az a két forint, vagy nem. És ez, ez ebből a szempontból nagyon hasonlít már most a magyar modellváltott egyetem az amerikai rész. Erről keveset beszélünk, de nagyon jelentős, szerintem izgalmas, fontos szempont. És végül az autonómia kérdése miben hasonlít, pont abban, hogy valójában ami megerősödött a modellváltás, az az autonómia. Megerősödött az individuumoknak, az akadémiai szférában, az egyetemi világban dolgozó egyéneknek az autonómiája, és megerősödtek az intézmények. Tehát az, hogy egy, egy egyetem a fenntartó testületével beszélgessen a stratégiáról, ez egy fantasztikus autonóm helyzet. Tradicionális, szabad, intellektuális helyzet egyébként. Nagyon jó beszélgetéseket lehet folytatni, nem hivatali hangulatú beszélgetések vannak. Nem az idő tört részét tudjuk egymásra szállni, mint egy minisztériumi struktúra esetében. Úgyhogy uh, lelkes vagyok. Ezt jó valami. Kormány biztos úr, végül de nem utolsó sorban ennél a kérdésnél. Uh, ugye, ismered a modellváltásnak az egész folyamatát kormánybiztosként, és egyébként dedikált feladatot, felelősséget, küldetésed is van a Tokaj, Hegyalja Egyetemen. A két sapka narratívában, megérzésben, tapasztalatban különbözik egyébként, vagy miben, miben tér el, hogyha a modellváltást kell vizsgálni? Hát a Tokai Hegyai Egyetem zöldmezős beruházásként indult tulajdonképpen, függetlenül attól, hogy a Egri Egyetemtől átvett Sárospataki kampusszal együtt 300 hallgató is jött, de azért itt mindent a nulláról kell kezdeni, mert ezt a szerencsétlen Sárospataki kampuszt jobbra-balra dobálták a Miskolci Egyetem, az Egri Egyetem között, és nem, semmilyen fejlesztést nem végeztek. És hát közben még megkaptuk a 700 milliós veszteséget okozó grantokajt is, ami a Tokaj hegyaljai borász társadalomnak és a borászságnak, a régiónak is egy fontos szereplője, annak a újjászervezése, végiggondolása. Szóval nagyon sok olyan dolog volt, amelyik azt mondta, hogy mindezeket a szemléleteket, amiket itt az előttem szóló elnök urak említettek, tehát hogy hogyan gazdálkodsz a bízott pénzzel, hogyan próbálsz odakötni embereket, akik nem laktak korábban Sárospatakon, hogyan tudod azt azokat a történelmi értékeket megjeleníteni, amit a végigmész Patak utcáján, akkor minden házon látsz egy olyan emléktáblát, amelyik a magyar múltra emlékeztet, tehát a nemzeti identitás szempontjából kulcsfontosságú dolgokat inkorporálni a Lórántfi hagyományba, vagy a Koméniusz hagyományba, és ezt felépíteni egy olyan szőlészborász képzésbe is, amely Magyarországon mondjuk öt év múlva vezető szőlészborász képzés akar lenni úgy, hogy a nemzetközi kapcsolatait fogja elindítani, és ősszel akar csinálni egy nagy szőlészborász kongresszust, amiben bejelentkezik. Szóval nagyon sok Konkrét dolog van, de mint elnöknek sokkal mélyebben kell részt vennem ebben a folyamatban, mint gondoltam volna. És a kreativitás, az autonomiája, a helyszíni szövetségek létrehozását azért Tokaj-Hegyajai Egyetem, mert a 27 települést, amely Tokaj-Hegyaját alkotja, azokat is be akarjuk vonni ennek a egyébként térségfejlesztő egyetemnek a dolgába. És ugye alapítványi forma. Én most voltam néhány néhány helyenként külföldön, például Finnországban, amelyik a, egyik ilyen modellje volt az alapítványi dolgoknak, azért meg, meg Portugáliában, megyek Svájcba is. Szóval végig fogom járni a, a különböző típusú országok, különböző típusú egyetemeit, azt mondja Zsolt, hogy ez egy, nem, egy, nem egy bevett forma. Valóban az európai egyetemek azok tradicionálisan állami finanszírozású egyetemek, és azt gondolja az európai elit is, hogy ez az államnak a dolga, de egyre inkább mozdulunk el a másfajta formátum felé. Ilyen sűrűséggel, hogy 21 egyetem gyakorlatilag egyszerre néhány év alatt vált át egy állami fenntartásúból egy nagyobb mozgásteret biztosító alapítványi fenntartásúval, ilyen egyszerre sehol nem történt, de az is látszik, hogy például Finnországban sem vonul ki, Portugáliában sem vonul ki az állam a felsőoktatás finanszírozásából és a felsőoktatás minőségellenőrzéséből. Tehát például mind, szinte mind a két helyen 70%-át. A, az állam finanszírozza a költségvetésnek, de arra készteti az egyetemeket, hogy tessék kimenni a piacra, tessék vállalkozni, tessék gondolkodni olyanokba, hogy intellektuális tőkét vonzál be, így építsél hidat az üzleti világ és az egyetemek között, kínálja fel a saját hallgatóinak már az egyetemi évek alatt olyan lehetőségeket, hogy megtapasztalja a gyakorlati képzésnek a sajátosságait. Nem véletlen, hogy a mi orvosi egyetemeink miért ragaszkodtak nagyon erőteljesen a klinikákhoz kormányzaton belül egy nagyon, nagyon élénk vita volt arra, hogy hogy lehet két prioritást összehangolni. Hogy lehet az egységes kórház irányítási rendszer problémáját összehangolni azzal, hogy az egyetemek nem akarják elveszíteni a klinikájukat. A klinikák ugye legalább 25%-át adják a betegellátásnak. És ebből mindenféle problémák voltak, és az sem véletlen, hogy külön törvényt kellett készítenünk a közérdekű, közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványoknak a működésére, rendben. például ezeket a szálakat megpróbáltuk elvenni, de nem sikerült mindet. Tehát messze vagyunk még attól, hogy ennek a folyamatnak a finom hangolása befejeződjön. Most következik egy második szakasz, és valóban tehát az, az látható, hogy Nekem, nagy, nekem, az egy nagyon szerencsés helyzet, hogy én empirikusan is látom, hogy mit jelent egy egyetem szervezés, és ugyanakkor látom a magyar globális folyamatokat is, hogy például a nagy, tehát az egy paradigmaváltás volt a múlt év februárjában, hogy az elsőkörös modellváltók után megjelentek a nagy vidéki egyetemek. Például, a, például rész, a, Szegedi, rész, Szegedi Egyetem. a egyébként az egészségügyi Igen, struktúrának az átalakulása. Ezt akarom mondani, rendere. tehát, hogy a nagy vidéki egyetemeknél Szeged, Pécs és Debrecen ott voltak a klinikák is. Meg a tanár és tanítóképzés is, ami nem piacosítható. Mindannyian tudjuk, tehát az állami felelősségvállalás minősítetten jelen van ezeken a területeken. És a legnagyobb foglalkoztatók. Tehát a 21 ezer hallgatóval, a 12 karával a Szegedi Egyetem, de például a Debreceni, amely 200 milliárdos Költségvetése van, hihetetlenül kiterjedt üzleti kapcsolatrendszere, egy nagy multinacionális vállalatra emlékeztető, táblákat rajzoltott fel nekem a kancellár arra vonatkozóan, hogy hogy működik az egyetem. És egyébként a város elképzelhetetlen az egyetemen nélkül. Legnagyobb foglalkoztató, tehát mind a, a, a vidéki egyetemek a legnagyobb foglalkoztatók közé tartoznak, tehát hogy mi történik az egyetemen, és nem csak a hallgató vonzó képesség szempontjából, hanem a foglalkoztatós és a társadalmi közérdő szempontjából kulcsfontosságú. Tehát szerintem az az autonómia, és minden kritika ellenére hogy ugye, az volt a félelem, hogy elveszítik az autonomi. Nem. A pénzügyi, intézményi, gazdálkodási autonomi jelentős mértékben megnőtt. Vitatkoztak a tudományos autonómiáról, de én az elmúlt egy évben nem, nem találtam egyenlőre olyan konfliktusokat, ami azt jelentette volna, hogy a kuratóriumok azok ránehezettek az egyetem szenátusaira, megfolytották a kutatási innovációkat, kirúgdosták az embereket, akikkel nem szimpatizáltak, a kormánybiztos úr elkép, elképesztő flóba van egyébként, és nagyon jól, fogja, nagyon jól fogja átvezetni a következő kérdést, mert pont erre fog irányulni. Nem akartak Akadtak radikális átalakítások, például a Horvinuszon, ahol ugye a tanszékeket eltörölték. Ja. Na nyúcs. a karok karok. Nem, nem. A székeket nem. Félig news. Is... Nem. Ezt ki kell vágni. Ezt nem kell kivágni, de teljesen emberen van, hogy mindenki a saját maga szájéze szerint formáját, az egyetemek működését, és az vagy bejön, vagy nem jön. És valóban arccal jelennek meg ezek az emberek, ott vannak a nyilvánosság előtt, a közösségi nyilvánosság előtt, nem az arccal a bürokrácia működteti a rendszert, és számon lehet kérni. Egy idő után számon lehet kérni, és hogy a stabilitása milyen lesz ezeknek a kuratóriumoknak, mi fog, fog kiderülni az, hogy a kuratóriumokban jelenlévő emberek, a 105 ember, aki egyébként nagyon érdekes hálózatát és összetételét reprezentálja a magyar társadalomnak, egyharmaduk kötődik a politikai szférához közvetlenül, másik kétharmaduk akadémiai kutató, üzletember és a lokális társadalomnak meghatározó embere. Tehát, és az is nagy kérdés lesz, hogy ki fogja élethivatásszerűen továbbvállalni azt, hogy ő egy olyan kuratóriumnak a tagja, amelyik munkakuratórium, ahol dolgozni kell, ahol el kell, akkor döntéseket kell hozni, amik következményei vannak, és ezt a következményt a nyilvánosság előtt is meg kell védeni, fel kell vállalni amikor nagyon inoktattad a fejed. Van ja, bol ja, ez a... jó, tehát bologatás bol volt egyébként ez a nyilván ez a uh, statement uh, általánosságban véve minden intézményben megállja a helyét. Uh, mind három beszélgető uh, társam egyébként felelős pozícióban egy intézmény Élén számomra úgy tűnik, nem tudom a nézők számára úgy tűnik, mintha egészen határozott elképzelések jelentek volna meg már most itt a bevezető kérdéseknél is, arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény hogy működik jól, milyen kompetenciákat kell a kuratóriumhoz, egy kuratóriumi elnökhöz rendelni, vagy esetleg mondjuk a 2018 előtti felsőoktatási világban milyen hibák történtek, vagy milyen elmaradások és ezek azért elég ilyen bold statementek voltak, tehát az elmúlt 30 évnek az egyetemi vezetői, legyenek rektorok, kancellárok, ö, ö, dékánok, azért most valószínűleg egy kicsit megsértődnének, hogyha hallanák ezeket a, sztétmenteket, statementeket, meg kicsit úgy tűnik, mintha hát a modellváltás hozta el volna azt a mindent, át, volt, átható... nagyon, nagyon, nagyszerű kísérletek, például itt Szegmári Péter barátom itt velem szembe, a fiatal oktatók a jogi karon a 80-as évek elején hihetetlen csodát tettek végbe az oktatás kis csoportossá tételében, és olyan alternatív tantárgyakat is bevezettek, amely akkor nem volt megengedett. Az egymástól való tanulás és az egymás számára való ismeretfelhalmozás domináns volt. Akkor indult a szakkolégi mozgalom kiterjedése, ami láthatóan egy lázadás volt a hagyományos oktatási rendszerre szemben, és voltak nem csak most Pestről, hanem vidéken is olyan kutatások, olyan kutatói laboratóriumok, ahol csod, mindezek ellenére, hogy azt állítom, hogy a Lex Minimi törvénye uralta azt a világot, mindezek ellenére voltak nagyon elkötelezett oktatók és kitűnő kutatási eredmények, Nobel-díj esélyes embereink nőttek fel, de nem olyan tömegméretekben, mint egy új struktúra ezt lehetővé teszi. Ez az én reményem, hogy ez, ez nagyobb számban tud majd megjelenni. A struktúra, a rendszer az eddig ez ellen dolgozott, és ahogy uh, Koráncsis is említette, a, a körülmények dacára jöttek létre kiváló teljesítmények. Egyéni vagy műhely szinten. Intézményi szinten nem jöttek létre, szerintem kiváló teljesítmények, tehát műhely vagy individuális szinten igen. És most egy olyan struktúrán dolgozunk, ami viszont támogatja ezt. Ez hmm. se garancia arra, hogy az egyén vagy a szakmai műhely el fog érni uh, kiváló teljesítményt, de az biztos, hogy meg fog hozzáadni, támogatni fogja, aktívan támogatni. És egy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy negatív megközelítésben kikapcsolja azokat a hivatkozási alapokat, amire lehetne hivatkozni, hogyha valahonnan nem jön az eredmény. Egyébként az, hogy azok az emberek, akik az elmúlt évtizedekben a felsőoktatásban próbáltak klasszikus szóval reformokat végrehajtani, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek az emberek, ezek bolondok voltak, nem láttak semmit, rosszul mozogtak a pályán. Ezek az emberek tökéletesen mozogtak a pályán. A pálya volt rossz. Tehát a kondíciók voltak rosszak, ők arra optimalizáltak, amit a kondíciókat megengedtek neki. És azon belül kitöltötték a teret. De hát ez volt az optimalizáció. Kevés volt a bér? Persze. Mindenkinek volt másod, harmad és negyed állása. Hát a kevés a bér, akkor valahonnan pótrom, hiszen ők is a, a Piacon vásárolnak Igen. be, és a munkerőpiac az, 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 az ezt, ezt hozta vissza. Tehát mindenki kitöltötte azt a pályát. De ez, 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 ez volt determinálva, ez volt a szabályozás. Igen. Magyar innováció volt az intercity professzor, nem? Így van. Meg, hogy a videót leküldjük magunk helyett. Most a mesterséges intelligencia korábban már talán még egyszerűbb lesz. Abszolút. Meg hát a távoktatás ezt hozta magában. Igen, csak ez nem volt fenntartható, nem csak uh nem csak intézményi szempontból, hanem stratégiai szempontból se, mert közben megnyílt Európa a magyar diákok előtt. És amire a hernedi elnök úr beszélt, hogy felvételt nyernek, de aztán nem ide iratkoznak be, ez egy tragédia. Tehát vannak olyan szakmák, vannak olyan szakterületek, nis szakterületek, ahol nem tudjuk elkerülni, hogy a legjobbjaink azok elmenjenek messzire tanulni, mert aki asztrofizikát akar tanulni, és nagyon tehetséges, az az emeltén kell, hogy tanuljon. Nekünk az az érdekünk, hogy ott tanuljon ott építsen kapcsolatokat, ott érjen eredményeket, de a szakmák, a hivatások legtöbbje nem ilyen, és hogyha a felső-közép nemzetközi összevetésben a felső-közép kategóriában felhozunk a magyar egyetemeket, akkor itt tudjuk tartani a saját tehetségbankunkat kettő, és erről is nyugodtan lehet nyíltan beszélni, olyan minőségű külföldi hallgatókat tudunk ide vonzani, akik egyébként a magyar munkaerőpiacot, a magyar vállalatokat fogják gazdagítani a jövő expatjait. Ők is fontosak, és nem mindegy, hogy külföldről jön ide. Jönnek nagy számban most e, e, hallgatók különféle, alapvetően inkább alacsony e, e, minőségi szűrőkön keresztül. Az, hogy ezt felfelé emeljük, az is egy kiváló lehetősége a modellváltásra. Egyébként érdekes lett ez a dolog, mert... E az egyetemek tehát megkapták a, a szabadságot. Megkapták a szabadságot azról, hogy a munkaerőpiac kihívásaira reagáljanak, megkapták a szabadságot arra, hogy úgy alakítsák át a, a belső struktúrákat, hogy akarják, ugye megszüntettük a karokat, egy laposabbá tettük a szervezetet, de igazából mindegy, ez a diákokat nem kell, hogy érdekelje be, a diákok egy jó oktatást, ez inkább a, a metódus kérdése. Most jön a második fázis majd, mert a szabályozó környezet, az oktatás felügyelő környezet az nem változott túl sokat. Igen. Tehát annak a rigiditása az megvan. Tehát például az, hogy, az, hogy e, ugyanazon felvételi rendszer szerint, ami egyébként egy nagyon jó dolog, mert ugye összemérhetők az adatok, látjuk az adatokat, stb. 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 De hát itt sokan nem a régen érettségiztek, illetve felvételiztek valószínűleg, e, hogy kinek milyen a képessége, és mennyire alkalmas arra az egyetemre, azt nem tudjuk. Tehát az abból a pontszámból nem fog kiderülni és hogy egy vagy két év fog kiderülni számára, hogy igazából nem is biztos, hogy a jó helyre jött. Tehát valahol visszacsempészi azokat a rugalmasságokat, amik eh, 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 ahhoz kellene, hogy a oda való jó képességekkel rendelkező emberek jöjjenek, mert egy felvételének valahol ez is része kellene, hogy legyen. És a többi, és a többi. Én tudom, hogy ez nem egyszerű, bele kell nyúlni a rendszerekbe, bele az kell az nyúlni. Hát a kedvenc témánk az akkreditáció szakindítások és a többi. éve azon, hogy el tudjuk indítani egy olyan szakot, ami, ami már mindenki már szinte a világon az összes egyetem indított, itt Magyarországon még nem De ne indítottuk el. Adani, vagyok Tudom, egy én el. csak a... <coughs> rámutogatok akkor. <coughs> 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 az <Aztán a zárnak. tos> Ne, tehát ezek, 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 ezek és, és tényleg, tehát ugye ezt minden fórumon, minden évben elmondom háromszor, négyszer, ötször leírjuk, elmondjuk, leírjuk, mindig visszakapjuk, hogy azért, mert nem teljes ahhoz, a benyújtott pályázat azért, én mondom, hogy... idő, idő. Ez egy rettentő, gyorsan fejlődő globális piac, amit úgy hívunk, hogy felsőoktatás. Minden perc számít. Akkor egy gyors, ilyen, ilyen... Uh pisztolyváltásszerű kérdés, így erre a, kérdésre rá csatlakozva, ki a stratégia alkotással, minőségbiztosítással, akkreditációval kapcsolatban, tantervel kapcsolatban, erőforrás kapcsolatban a főnök az intézményekben, a kuratóriumi elnök vagy a rektor? Önök szerint. Az intézményekben ki a felelős a szakmai munkáért, az egyértelműen a rektor. Tehát a szenátus az, amelyik az intézményi autonómiának a letéteményese, és ő terjeszti elő egyébként a hosszú távú terveket és intézményfejlesztési terveket is a kuratórium elé, de a, szak, tehát a kuratóriumnak nem a mikromanagement a dolga. És nem az a dolga, hogy napi módon beavatkozzon abba, hogy mondjuk ebben a tanítás struktúrában mi az, ami hiányzik. Mondhat ilyen ötleteket, de az egésznek a harmonizációjáért, annak a komplexitásáért, annak a versenyképességéért ő az adott intézményi vezető, tehát az egyetem első számú vezetője, a rektor és a vele együttműködő professzorok a felelősek. Nyilvánvalóan azáltal, hogy belépett egy részben szakmai kompetenciákkal is rendelkező fenntartó testület, ahol vannak neves tapasztalatokkal rendelkező akár üzletemberek, akár tudósok vagy akadémikusok, azok hozzá fogják tenni a maguk véleményét a dologhoz, de, de nem vehetik át az ő felelősségüket. Tehát itt szerintem elég világosan definiált a dolog, és erre utaltam azt, hogy amikor az a félelem volt, hogy majd nagy jönnek a kurátorok, elsősorban persze a politikai félelem volt, de ha nem politikai, akkor szakmai módon majd lenyomják és elnyomják ezeket a kezdeményezéseket. Azt gondolom, hogy másként nem lehet menedzselni ezt az új szisztémát, hogyha nem világosak a felelősségi körök. És azt gondolom, hogy az egyetem attól egyetem, hogy a, ott uh, egy meghatározott kredi, akkreditáción keresztül menő. Az egyetemi professzori életpálya, ezt mondjuk a saját uh, tőgy, tudományos ösztöndíjas gyakornokként kezdtem még a, a jogi karon, és most uh, úgy hívták, hogy tőgy, uh, most, mo, mo, most meg tehát a végig, kreatív végig jártam az összes tődül. lépcsőfokot, és tudom, hogy milyen, van, van, amikor túl bürokratizált, van, amikor. de egy nagyon sokféle teljesítmény, kényszer van ahhoz, hogy te eljussál ennek a folyamatnak a végérés, és amögött végigkövethető produktumok vannak, ö, oktatásban, kutatásban és publikációban is. És ebből következően ezt nem szabad hitelteleníteni és megkérdőjelezni, mert hogyha ez, ez a legitimáció nincs meg, akkor káosz és anarchia fogja uralni ezt a világot. Szerintem ez egy rettentő egyszerű kérdés. Tehát, hogyha a rektor kinevezéséért felelősséget vállal a fenntartó, akkor a fenntartó a főnök. Mert nem ők. tudsz, nem tudsz mit csinálni. Tehát a, azt én nem tudom megcsinálni, hogy, de nem arról szól, hogy ő irányítja az egyetemet. Vigyázzat! Az nem azt jelenti, hogy ő irányítja az egyetemet. Arról szó nincsen. Ez olyan az, mintha a MOL igazgatóságban megkérdeznénk az igazgatóságnak a elnökét, az történetesen én vagyok, de hogyha nem lennék az elnöke, Így de akkor. ha nem én lennék az elnöke, megkérdeznénk tőle, hogy, hogy te vagy a felelős azért, hogy hol kutasson a MOL kőolajért? Persze, nem megtalálom azt az embert, aki felelős, és tudja azt, hogy hol kell azt csinálni, és, és mit kell azért csinálni, aki felelős a vállalatért, aki az egész vállalatnak a működését felelős. És hogyha ő nem jó, akkor ezt a kuratóriumnak meg kell tenni azt a kezdeményezést, hogy cserélni és behozni azt az embert, aki erre alkalmas. De ez egy, ez egy egyszerű dolog, és utána viszont az a felelősség az övéké. Tehát akik benn dolgoznak az egyetemen, azok viszik az operatív felelősséget. Ez egy olyan normális szimbiózis, ami a, a világban rengetegszer jelen van. Csak ugye valaki belecsomagolt ebbe a, a burokba, és azt mondta, hogy na de hát az egyetemi autonómia sérül. Miért sérülne? Hát hülye leszek én beleszólni abba, hogy ki mibe kutas és nem sértek hozzá egyébként, hozzáteszem. Én már nagyon régóta nem vagyok közgazdász, bár ott végeztem. De hát, de, hát, hogy nem fér bele, tehát a, hogy milyen új irányzatok vannak, mert mit tudom én, micsoda, rengeteg okos ember van, aki ezeket pontosan tudja. Nem. Az az ő feladatuk, az az ő hatáskörük, és ők jönnek azokkal a javaslatokkal, hogy milyen irányba menjünk, hogy a, a hallgatóknak milyen szolgáltatást nyújtsunk, hogy otthon érezzék magukat az életemben, hogy hogyan cseréljük a teljes szolgáltatás hogyan látjuk át online szolgáltatásokra a hallgatók irányába. Ez már mind az ő feladatuk. Mi, mi, az értékeket és az irányokat és a hosszú távot próbáljuk állandóan biztosítani. Köszönöm szépen. a elnök úr, mennyire hasonló a álláspont Hernádi elnök úréhoz? Az elvi álláspontom hasonló, a gyakorlati tapasztalatom egy kicsit ennél tagoltabb. Tehát szerintem a, én úgy fogalmazom meg, hogy azért, hogy a modellváltás sikeres legyen egy egyetemen, azért a felelős az a kuratórium, és ezért a főnök a kuratórium, és nagyon-nagyon szuper lenne, hogyha ez így lenne, hogy mondtad, hogy mi értékeket meghatározunk, meg irányokat, és utána operatívan az érvényesül, ez nem így van. És miért is lenne így? Mitől lenne így? Tehát van egy, egy akadémiai szféránk, ami szerintem nagyon pontosan le lett írva az, hogy miért optimalizált egy előző viszonyrendszer, egy előző intézményi kontextusra évtizedeken át. Most azért, mert mi megjöttünk, meg lett egy új jogi keret, attól még nem biztos, hogy ők annak a módszert, annak a tudatában vannak, hogy hogyan lehet a dolgokat jobban csinálni. Tehát ebben segíteni kell. Én, én látok jelentős operatív felelősséget az első időszakban, de az a kuratórium, vagy az a kuratóriumi elnök, aki mondjuk két év múlva ugyanannyit kell foglalkozni az egyetemével mint most, az rosszul csinálja a dolgát. Két éve előnyünk van. <gül> <gül> ne, de, pontos, de pont erről van a szó. Future ha azt kérdezed, hogy két éve is ezt mondtam, azt mondtam, hogy két éve. Ó. Két éve egy kicsit erős Akkor volt. egyetértünk. Tehát vissza, Teljesen, kell skálázni, vissza kell skálázni a saját szerepünket a stratégiai szintre, ahogy megy az idő. Ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor ez lehetséges, ha nem, akkor ez egy kudarcos modellváltás. Tehát az idő ezt, ezt, ezt el fogja dönteni. Másfél kérdésem van, abból egy fél az politikai bulvár slash clickbait jellegű, azt mindenféleképpen fel kell tegyem a végén, mert a nézőink az elsők. De engem szakmailag, meg egyetemi hallgatóként nagyon-nagyon érdekel, hogy egyébként az egyetemi polgárok, hallgatók, oktatók ebben a struktúrában hogyan adhatnak visszajelzést a kuratóriumok számára. Ugye a kuratóriumi tagok kinevezésével kapcsolatban hosszú volt a polémia, Sokszor elhangzott, hogy ha jó kuratóri tagok, jó kuratóriumi elnökök kerültek az intézmények élére, akkor minden rendben lesz. Van valamilyen feedback rendszer kialakulóban az intézményen belül. Ez a szenátusra van bízva, lesz ennek külön hát, fórumok. ültök a szenátusban 20-25 százaléknyi eh, hallgatói reprezentációval folyamatosan. Ez intézményeként eltérő? Igen, ne? küldhettek üzeneteket. Kicsi. Meg hát szerintem eh, éppen azt próbáltuk itt mondani, hogy itt megjelentek azok, akik fenntartói és alapítói felelősséget viselnek a kuratóriumokban. Tehát ma már nem olyan nehéz elérni ezeket az embereket. Ha balhé van, ha bal baj van valakivel, akkor az biztos, hogy nagyon rövid időn belül kijelölik kiderül, és azt a kuratóriumok, ha csak a saját maguk jövőbeni szerepét meg akarják őrizni, akkor azt orvosolniuk kell, ha probléma van. Tehát én, én nem látok ilyen feedback problémát. Tehát több, van hivatalos csatorna, van hagyományos csatorna, és van a nyilvános. A legfontosabb az a nyilvánosság. Hát, nem, nem, tehát ugyanazért a célért dolgozunk. Ugyanazt akarjuk elérni. Innentől kezdve az, hogy mi a közérzete az egyetemi polgároknak, diákoknak, oktatóknak, azt én nekem látni kell. Az oktatóknál még viszonylag egyszerű, mert az oktatóknál egyrészt hangot is adnak a szenátusban, másik feléről pedig egyszerűen csinálunk vizsgálatokat, elégedettségi vizsgálatokat, 360 fokos vizsgálat, és stb. Stb. a többi, és a többi. hallgatóknál pedig ott is nézzük azt, hogy ők mennyire vannak megelégedve az oktatói teljesítménnyel. És hogy ők nem elégedettek, akkor valami rossz, akkor be kell avatkozni. Akkor be kell avatkozni. Jó esetben az egyetem vezetése avatkozik be. Rossz esetben, hogyha az egyetem vezetése nem reagál ezekre, akkor nekünk kell beavatkozni. És a harmadik pedig, amit én személyesen csinálok, hogy bizony elég gyakran leülök a hallgatói önkormányzatnak a, a vezetésével, és beszélgetek velük. Ez a jó stratégia. Muszáj? Nem, nem, nem. Hát valahonnan kell visszajelzést kapnom. Igen. Tehát az, amikor személyesen leülök, akkor mi a véleményed? Hogy látod? Nem, nem bonyolult dolgok ezek szerintem. De Nekem lehet. azt mondják a hallgatóink, hogy soha olyan intenzíven nem voltak bevonva az egyetem körüli kérdésekben, mint amióta a modellváltás megtörtént. Én nagyon sokat beszélgetek velük, hallgatói önkorányzattal is, de azon kívül is, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy a, az általam kezdeményezett újdonságok vagy változásoknak körülbelül az egyharmada az hallgatói eredetű gondolat vagy ötlet. Jó. És fantasztikusan jó energiák szabadulnak fel, hogyha meg vannak szólítva a hallgatók. Szerintem, vagy az én esetemben biztos nem a nyilvánosság a legfontosabb csatorna. Az is lehet egy csatorna, de elérhető vagyok. Ez nekem nem egy szívesség, hogy, hogy, hogy én elérhetővé teszem magam, hanem nekem ez nagyon sokat segít, mert azok, akik újonnan kezdtek el egyetemekkel foglalkozni, ezen keresztül is tanulunk. Tehát rengeteget tanultam azon keresztül, hogy megkerestek közvetlenül e-mailben, telefonon, és egyébként minden szenátusi ülésen ott vagyok, az első 10 percben tartok egy beszámolót az elmúlt egy hónapban elvégzett munkáról és utána hagyom, elmegyek, mert a szenátus intimitását meg kell hagyni. De hogyha ott van kérés, ott is meg tudnak szólítani. Nekem a lányom oda jel, az is feedback. Ja, ennyi, ez, ez rögtön így a vasárnap a családi asztalnál. Egyébként minden ilyen alkalmat meg eszköztelemet meg kell ragadni. Utolsó félkérdésem. Részben érintettük. Jelenleg ugye a kuratóriumi tagok, elnökök jelentős lobbyerővel rendelkeznek, a jelenlegi minisztériummal vagy kormányzattal szemben mellett? Hogy változna -e az önök szerint egy esetleges politikai pólusváltás esetén? Változna-e ez a lobbyerő? Hát én szerintem jelentős, nyilván a politikai lobbyerő az sem változna jelentősen, mert nem nagyon látom a választások végeredményében azt, hogy a jelenlegi kormánypártok olyan súlyos vereséget szenvednek, hogy meg, meg se jelennek a parlamentben, tehát de csökkenne a politikai lobbyerő. erő, de azt látom, hogy az akadémiai világban, az üzleti világban, a kuratóriumban ülő embereknek a lobby nem fog jelentős mértékben változni, sőt azt hiszem, hogy, hogy tovább, még inkább felértékelődhet az a pozíció, amit ők képviselnek. Hernádi elnök úr? Én ugyanezt mondom, tehát a kuratóriumban nem egyedül én vagyok az, aki régóta dolgozik különböző politikai konstellációk esetén. Ez egy teljesen normális dolog, mert bármilyen politikai konstellációnak muszáj, hogy megragadja, vagy megtalálja azt a kapcsolatot, ami számára is fontos. Egy egyetem az fontos számára is. Egy egyetemi közeg fontos a politika számára is. Ahogy az a vállat is, amit én az fontos a, a, a politika számára is. Nem csak én, nekem fontos a politikai kapcsolat, hanem a politika számára is fontos az, hogy mi történik az ország legnagyobb vállalatában. Veszterményi elnök úr? Szerintem a, az egyetemek megújítása az egy nemzeti projekt, és hogyha lesz egy egészen más szakpolitikai irányítás, és lesznek jó ötleteik, hogy mit csináljunk, mit hogyan csináljunk másképp, akkor meg fogjuk hallgatni, és biztos vagyok benne, hogy lehet egy jó minőségű beszélgetés, és onnantól kezdve minden lehetőség nyitva van. Tehát azt gondolom, hogy a mi oldalunkról a hozzáállás a megfelelő attitűdehez az egyértelmű, egyetlen szempont érdekel bennünket, kurátorokat, meg fenntartókat az annak az adott egyetemnek a hosszú távú stratégia érdeke. Ez nem egy négy éves történet, hosszú távon kell gondolkodnunk, ilyen értem, a hosszabb távon, mint mondjuk egy kormányzati tisztség És ezt képviselni fogjuk. Hogyha kell, akkor keményen. Köszönöm szépen a válaszokat. Kedves nézőink, elérkezett az az idő pillanat, hogy ezt a kerekasztal beszélgetést le kell kerekítenem, mert különben kapok egy salert hátulról. Vagy nem? Az igazság, hogy én a magam részéről nagyon-nagyon jól éreztem magam, és az az érzésem, hogy sokkal-sokkal több ilyen beszélgetésre lenne szükség. Én köszönöm szépen a szervezést, a helyszínt és a kerekasztal beszélgetés résztvevőinek az aktív beszélgetést, részvételt. Azt hiszem, hogy aki nézte, vagy itt volt a helyszínen, sokat tanulhatott ebből a kis egy-másfél órából. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. szépen.